Június 28-án este 8:30-kor így indult Európa legjobb közepes méretű fesztiválja Sopronban. Nem véletlen a jelző, hiszen közel 150 ezer látogatót vonzott a hűség városába ez az ötnapos zenei rendezvény. Győr utazás szempontjából viszonylag közel van Sopronhoz, ezért is fordulhatott elő, hogy sok városlakó választotta a kikapcsolódásnak ezt a formáját. Híradónk a győri belvárosban kérdezett fiatalokat arról, milyen fesztiválokon jártak az idei nyáron. Na voltam, és már ez volt a harmadik év, hogy ott voltam, máshova nem dolgozni fogok már. Én eddig a Volt Fesztiválon voltam csak egy napot idén. Azért választottam ezt, mert a barátaim körülbelül egy hónapon keresztül azon győzködtek, hogy menjek már el velük fesztiválozni. Ebben az évben már voltam a Volton nagyvével, természetesen értelemszerűen az Iron Maidenen, mivel hát egy 50 éves embernek valószínűleg ez volt az utolsó Iron Maiden koncertje, gondolom. Nagyon jó volt a road, nagyon jó bulit nyomtak, hát a belga a legvégén egész komolyan csinálták, Kowalskiék, meg a természetesen a tankcsapda. A fesztivál szezon az úgy áll össze, hogy egy Volt Fesztivál, vagy pedig Sziget, de most ezen a nyáron mind a kettő lesz, vagyis hát a Volt az már megvolt, a Sziget az egy betervezett dolog, illetve van mindig motoros találkozó, meg valami kisebb fesztivál. Én meg szeretem átélni a régebbi fesztiváloknak a lazább hangulatát, meg amikor nem minden a pénzről szól, úgyhogy most is volt ilyen, Velencén egy Bud Spencer fesztivál, kis fesztivál, olcsó. Kis fesztivál, tehát olcsó. De mi a helyzet az olyan méretű rendezvényekkel, mint a 24. Telekom Volt Fesztiválja? Stábunk megkérdezte azt is, mennyit költenek az emberek egy ilyen alkalommal, és egyáltalán mi az, ami ilyenkor igazán szükséges. A fesztiválon próbáltam minél kevesebbet, amúgy őszintén szólva, mert azért ott elég drága volt minden. Hát úgy 25 ezer forint körül talán. Azért annyi elment szerintem mindenképp. Hogy mennyit költöttem, azt úgy nem tudom pontosan, hát egy 20 ezer forint körül talán. Teljesen jó volt szerintem. 12 a belépő, mondjuk 6 az út, meg 15 az ital körülbelül, attól baráti társaságtól függően. A Volt az már egy kicsit drágább, hogyha beleszámoljuk mondjuk a napi jegyet, meg amit ott költünk, de ez is teljesen megéri. Tehát az élmény miatt én azt gondolom, hogy ha valamire érdemes költeni, akkor élményekre biztosan. A nyár meg olyan, hogy ezt adja. Ahogy szerkesztőnk fogalmazott, a nyár adja. Nem is kell másokat várni, hiszen hamarosan a Sziget is megnyitja kapuit, vélhetően még több látogatóval és változatosabb programokkal.